Sziasztok! Régen csináltam már videót, próbálok őzés nélkül beszélni. Szóval régen készítettem már videót, rossz idő is volt, fáradt is voltam, meg nem is tudtam igazán kiülni. De most találtam nagyon érdekes kis chipseket, ilyen protein chipseket, és azért óvatosan legyetek vele, mert 100 g-ban olyan 400 kalória van, és lehet, hogy különböző ízesítésű protein chips, ami vegán, meg 20% protein, meg nem tudom mi, meg non-fried, meg barbecue, meg paprika, meg cheese, meg mindenféle dolog. De azért nagyon-nagyon óvatosan legyetek vele, mert egy kicsit szerintem, nem kevés cukor van benne, 2,1 g van benne egyébként, általamban. Úgyhogy kezdjük vonalra jobbra. Egyébként elárulom, hogy nagyon menő néz ki. Tehát, hogy ilyen chips ez egyébként. Protein chips with barbecue flavor, chicken flour, rice flour. Tehát ez ilyen rice chips egyébként. Na és mindjárt észre is vehetünk valamit, hogy gyakorlatilag a paprika és a barbecue az semmi különbség. Oké, tehát az legalábbis így porállagra. A sajtnak olyan semmilyen. Tehát olyan semmilyen illata. Látszódik is, nem tudom mennyire látszódik. És nézzük meg a hagymák tejfölös. Tehát ennek van egy kicsi hagymás illata. És ebben van ilyen, jó van szívem, te nem eszel kicsim. Van ilyen kis hagymás dolga, de nézzük akkor jobbról-balra haladjunk a hagymás tejfölösből. Igen, hát ez rice chips. Vastag. Ropogós, sós. Minden protein chipsnek van egy ilyen, nem tudom mi az, minek mondjam, de inkább úgy mondom, hogy protein íze. Amit ézel, hogy hát ez soha nem fog eloldódni. Tehát bármeddig. Egyébként nem rossz. Nem rossz, nagyon markáns. És átjön a tejföl íze. Tényleg jó, menő. A sajtosnak hát mindig egyébként sajtilata van. És ugyanolyan vastag, ilyen jó 1 mm. Nagyon jóval vastagabb, mint egy hagyományos chips. Hát ez pont olyan, mint illatra, az semmilyen olyan, olyan semmilyen egyébként, olyan, ezen se só nincs, se fűszer nincs, se semmi. Hogy átjár? Szlovákiában és a Nanosaps Kft. 21. kerületben forgalmazta. Ennek semmi íze nincs. Tehát szerintem a sajtos az nem, nekem nem ízlik. Jó a szívem. Nézzük meg a barbecue-sat. A barbecue-snak ilyen nagyon illat, nagyon erős barbecue húsi illata van. Tényleg frankon. Nem. Rengeteg bors lehet a rajta érezni. Furcsa, de... És olyan... Hús íze van. Nem tudom, hogy. Hús íze van. Ja, értem. Mert egy ilyen... Nem, a füstösség érzetét kelti, és nagyon furi, de ez csípős. Egyébként 800 forint egy, nem kevés, csak mondom, nem kevés. Egyébként egészen jó, nekem ízik. És nézzük a paprikásat. A paprikásnak teljesen hagyományos hétköznapi őrölt paprika illat van. Hát... Olyan
Semmilyen. Nem is lehet rajta igazán érezni a paprikát. De az őrölt paprikát lehet érezni. Ez egy picit csípős. Így illatra sokkal jobban átjön egyébként a paprika illata. Nem, a paprika íze az illatán keresztül, mint amikor megeszed. Nagyon erős, nagyon roppant, jó, 1 milliméteres. Hát... semmilyen. Va... sima, egyszerű, őrölt paprika van rajta, abból is szerintem a sokkal kevésbé markánsabb. Nagyon érdekes, hogy a barbecue íz, az pokolin átjön, tehát az valami egészen különlegesen átjön. Ez, szerintem ez, nagyon, ez nekem a kedvencem. És a sajtos tejfölös. Iszonyatosan finom. Úgyhogy én nekem nagyon-nagyon bejönnek, de mondom óvatosan, mert nem kevés kalória van benne. De ez finom. Figyelj, ez jó egyébként. Nézzük csak meg, még egy utolsó ebből. Nem mindegyiken van ugyanannyi egyébként. De ez jó. Ez tényleg hozza a hús ízét, nem ahogy csinálják. Az első barbecue chips, aminek úgymond olyan érzed egy kicsit a húsinak az ízét. Nem tudom, hogy csinálják. Tényleg érezni. Nagyon menő. Na, úgyhogy ezeket javaslom, ajánlom. A paprika és a sajt szerintem teljesen jellegtelen. Megkóstolhatjátok. Nincs nagy, hogy mondjam, értelme, meg ízértéke. Én nem venném. Itt a cica is. Mondját szívem, ő nem eszik ilyet. Szóval, hogy nekem a barbecue-s és a hagymás tejfölös. Nem esszük meg, a kami sem eszi meg. Semmelyik cica állat nem eszi meg. Nem tudom, miért ilyen. A cica nagyon-nagyon kis kíváncsi. Na, legyen szép napotok, és jövök még, mert van egy nagyon-nagyon érdekes, különleges üdítő. Úgyhogy legyen szép napotok. Sziasztok!